Bezárkózott a lakásába csecsemőjével egy nő. Ilyen címet dobott az online. Nem tudni miért nem az anya kifejezés szerepelt a címben. Lehet, hogy a szerkesztő anyja csak egy nő volt, akiben csók nélkül fogant a szerkesztő. Ne legyünk igazságtalanok. Ilyen a karantén. Van, aki vakcinát vár. Áprilisi havat. Májusi esőt. Mozit. True story. Apokalipszis. Mindenki nem süthet, varhat. Nem fejtenek keresztrejtvény helyett versett tömegek. Valaki mészáros legényt akar. Vagy előjátékot áhít. Aktus után verést. Naplementét. Van, aki kárt tesz magában. Csecsemőjében. Ha nem kapja meg, ami jár. De vannak, akik csak deklarálnak. Hogy túléljenek. Ilyen dolgot nem tesz, aki boldog, így egy szappanoperából kifröccsent komment. Mármint, hogy fenyegetően bezárkózik. Legyen bár nő, vagy szerkesztő. Azért ilyesmit kijelenteni majdnem olyan, mint bagzó kutyák fölé magasodni kapával. Kivéve, amikor még őszinte az élmény. Egy gyermeki a passió. Mert akkor, ami történt, valahogy mégsem tud véget érni. A pilinszkijanos.blog posztjai járvány idején. Karantén. Trapéz és korlát. Hány éves lehetek? A halált most 65-ön felülmérik. És az életet? Nem kérik érte 30 ezüstöm. Esik. A kinhagyott, felszakított fűmagos zacskóból terek nőnek ki. A múcsból kereszt, melynek árnyékában találkozhattunk volna. Passió. Hagyd már az unalmas analógiákat. A görbék laposodnak, eltűnik a domb. Álom. Egyedül vagyok egy túl sötét és túl tágas koponyában. A szemüregek sziklákkal torlaszolva. A szájra szorítva még mindig ott lüktettek a tenyér vonalai. Az eszmélet előtti utolsó pillanatban látom csak, amit láthatok és mondhatok, amit akarok. Itt vannak ezek a mindig elkéső szavak. Lencse végre kapott bálnák az Adrián. Önmagunk korlátjai mi vagyunk. Nem fér belénk a végtelen síkság. Csak a trapéz alatti mélység, mint lehetőség. Megvan még az évgyűrűkről álmodó fapapucs? És ha kereszt álmodik, akkor az klisé, mint az ezüst pénzek. És az acskó, lázas fácskák, kicsi ágak, erdők álma, a deszkarés, a bot. Képzeld el, ahogy a látomás a fűről álmodik. Minden analóg, és semmi nem. Csak az örökké valóságra nincs igaz történetünk. A halálról szólón dolgozunk, könny helyett csorog alá, úgy tudjuk, fékezhetetlen.